Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét szentje folyton ajkam. Húsvét harmadik vasárnapján Varga László kaposvári püspök a járvány mielőbbi megszűnéséért ajánlott fel szentmisét, a koronavírus áldozataiért, azokért, akik hivatásból vagy önként ápolják beteg testvéreiket, valamint azokért is, akik bárhol a világban a hétköznapi életet szolgálják. A szentmisében Horváth Zola, a Szent Imre templom gitáros csoportjának vezetője szolgált gitáros énekekkel. Énekeljetek új éneket, szóljon hálatal az Istennek. Az ő jósága hív, életre gyermekévé tesz bennünket. Az Emmauszi tanítványok tanulságos és ma is időszerű történetéhez kapcsolódva a főpásztor azt hangsúlyozta. A szentírási elbeszélés valójában rólunk szól. A két tanítvány, akik megismerték Jézust, egy olyan Jézussal találkoztak, akibe bízni és remélni lehetett, hogy helyreállítja Izrael dicsőségét. Ő azonban hagyta magát keresztre feszítetni, teljesen széttörve a tanítványai álmait, összetörte reményüket, akik kiábrándultak és otthagyták a közösség biztonságát. Mi pedig azt reméltük, hogy ezt a tanévet nyugodtan befejezhetjük, lesz ballagás, lesz érettségi a szokott formában. Azt reméltük, hogy megtarthatjuk a lelki programokat, lesznek lelki gyakorlatok, táborok, lesz ez az a nap rendezvény, lesz nemzetközi eukarisztikus kongresszus, lesz olimpia. A családjainkban azt reméltük, hogy lesznek házasságok, lakodalmak. Mi pedig azt reméltük, hogy, és mindenki folytathatja a saját személyes reményével, közösségi reményével, társadalmi vagy egyházi reményével, és minden megváltozott. Miért? Miért engedje meg Isten, hogy összetörjenek a vágyaink, a reményeink, összetörjenek az álmaink, amikbe akkora energiákat fektetünk? A megyés püspök beszédében azt is kiemelte, amikor összetörnek álmaink, vágyaink, kudarcok érnek bennünket, a reményeink nem teljesednek be, akkor nem hagy magunkra Isten, elkezd gyógyítani bennünket. Mellénk szegődik, ahogy az Emmauszi tanítványoknál, és kérdez bennünket. A gyógyulás mindig azzal kezdődik, hogy Isten elkezd kérdezgetni bennünket, hogy mondjuk el, mi fáj, mondjuk el, hogy mit szerettünk volna, mondjuk el, hogy mit érzünk, mi van most bennünk, osszuk meg vele a csüggedtségünket, a kudarcunkat, a kiábrándultságunkat, a fájdalmunkat, mert Isten együttérző Isten. Nem akarta, hogy összetörjenek a reményeink, de szinte mindig sorszerűen megismétlődnek ezek az események, mert eltévesztjük az irányt. És ilyenkor szeretné, hogyha ő lenne újra életünknek a középpontja. Ezért mellénk szegődik, kérdezget bennünket, és ha válaszolunk, akkor ugyanaz történik, mint a tanítványokkal. A figyelmüket a fájdalmukról, a hamis reményükről, vagy a vélt reményükről saját magára irányítja Jézus. És ez gyógyító. Jézus ugyanúgy, ahogy az első szentmisén, nagy csütörtökön, és az Emmauszi tanítványoknak is, nekünk is megmutatja magát, hogy mennyire szeret és közösséget vállal velünk, asztal közösséget, fogalmazott homiliájában a főpásztor. És odaadja magát nekünk az eukarisztiában, a kenyérben, és ezzel a legmélyebb
találkozás jön létre, hiszen vesszük és esszük, egyesülünk az élő Istennel, és sokkal többet kapunk, mint ami a reményünk volt. Mert ez az egyesülés, ez a találkozás, ez az egység tovább visz bennünket. Minden kudarc, minden nehézség ellenére, vagy azon át segít bennünket, hogy a szeretetnek egy olyan tágasságára, a hitnek egy olyan távlatára lépjünk, amit addig nem ismertünk. Mindig többet akar az Isten adni, mint amit elveszítettünk, mint amit megsiratunk, és amit gyászolunk. Varga László püspök a szentmise végén azt kívánta, fogadjuk társunknak az Urat, és merjük fel utitársainkban a jelenlevő zarándok Istent, hogy naponta megtörténhessen gyógyulásunk. Hová mész, mondd, jó Uram, látod, megismertenek. Elhagyott városba megyek, hogy megfeszítsenek helyettem.